Aztán 1956, ugye minden magyar embernek emlékezetes ez a dátum, aki élt akkor annak pláne, és önnek ugye két okból is. Tehát először ön, hogy ez az 56, ez egy ilyen dupla gyász volt tulajdonképpen. Hát nekem az volt, mert szittem a rendszert, aztán bekerültem 8 hónapra Sopron-Kőhidára, akkor voltak ilyen balhéjaim, rendőrverekedés meg. Szóval voltak, mert én meg állandóan autóztam. Azt nem törődtem én vele, hogy megállítanak. Hát 10 évig jogosítvány nélkül vezettem. És tudták ők. De mégis volt olyan, aki odállt az ajtomban, el a kerítés mellé. Aztán, amikor jöttem haza kocsival, akkor mindjárt azt mondja, ne üljön be ebben, azt mondja, hanem abban. Már kész is voltam még. És 56-ban jött ennek a sérülése is. Hát 56-ban jött a sérülésem, persze. Hát akkor már abból akartak menteni, hogy sebesség, hogy ne kerüljek a sitre, hogy el vagyok keseredve, és haverjaim rádom álltak, hogy hiányom, mert le voltam törve a lábam vége. De hát aztán... Hogy történt ez a sérülés? Mikor történt pontosan? Hát 56. március 25 vagy 26 körülbelül, valami ilyesmi. Francia utánpótlás válogatottal játszottunk az MTK pályán, és akkor már ugye rebesgették, hogy a Bozsik utódjaként gyerek, minden ragyogva játszottunk. 53-ban nyertünk egy olyan csapattal 16 ifi, 16 meccsből. A négyet megnyertük, gólt nem kaptunk, és megnyertük a tornát, Európa tornát, Brüsszelben. A Tihilaliék, a Rajna Karcsi, akik ismert futbolisták voltak abban a világban, amiben én is ugye játszottam. Karácsonyi Gyuri, igen, akkor Környei Feri, Tatabányáról, jó söprögető center alkot. Szóval nagyon jó csapatunk volt, aztán végigvertük ott ezt a tornát, végignyertük a meccseket, gólt nem kaptunk, 12-t rúgtunk, 4 ellenfelet kinyírtunk ezekkel gólokkal. És szóval jó csapatunk volt, na. És később azok közül ugye, hát ahogy a Tihit emlegetem, a Rajna Karcsit, akik NBA-ben játszottak, meg válogatottak is voltak. Szóval jó kezdtünk el följönni, csak hát én nekem ez a szerencsétlenségem, ez belenyomtak a térdembe, és kificamodott a térdem. És már abban az időben úgy volt, hogy elvisznek Svájcba majd megoperálni, mert megoperálták itt, aztán nem lett jó. Akkor volt ez a kommunista ellenes balhé, mert ki akartak vinni Svájcba, hogy megoperálják a Svájcba, mégis komolyabb orvosok voltak. És akkor aztán a kommunista szakszervezet is vezető azt mondta, hogy hát miért vigyük ki külföldre, azt mondja, mikor szidja a rendszer, azt mondja, a kommunista ellenes, azt mondja, hagyjuk úgy, ahogy van. Hát meg is rohadtam. Úgyhogy, szóval voltak ilyen dolgaim, aztán el is ástak, azt a végén sajnáltak is, de csak az lett a vége, hogy Hát aztán a külföldre kerülés, igen, hát. Hát most kim voltam 11 évig ennyi a kis haveromnál. Még az volt a szerencse, hogy azért a családot, mindent úgy anyagiakban jó volt, mindent. Tengvesi úr, ön 56-ot hogy élte meg játékosként, aktív játékosként? Mi akkor a csapattal összetartást rendelt el a vezetés. Általában
hát a Margit-szigeten megszállóban volt össze húzva a társaság, azzal nem csak mi, a Vasas is, meg amelyik itt volt, hát mi a Vasassal voltunk a megszállóban, azzal biztosnak, hogy megyünk ki. Hát végül ki is mentünk. Jugoszláviában. Minket nem, engem nem engedtek ki. Jugoszláviában. Nem kaptam útlevelet. Mentünk ki, és ott tulajdonképpen ott részeltük át a második részét. Az első részében akkor meg itt edzettünk a Fradi pályán, hát általában gyalog meg biciklivel jártunk ki edzésre. És hát én tulajdonképpen a városban voltam egész nap formán. Ugye az állatorvosira jártam, az már nem működött, nem volt tanítás, csak majd januárban kezdtük volna. Úgyhogy nagy részét, már a második részét azt én kint töltöttem. Újvidéken voltak, és ott játszottunk edzőmeccseket. Újvidéken kikaptunk 3-1-re vagy 3-0-ra. Kim voltam én is fenni azon a túlra. Még akkor... Hát persze, hát én még meg... Akkor, még akkor elvittek. Sőt, utána még mentünk valahova nyugatra is. Abból oda már nem megy. Dehogy nem, hát ott vezetted az autót, gipszre volt a lábod, és akkor, hogy tudjad vezetni, levágta. Hol voltunk akkor? Belgiumban voltunk. Ti meg elmentetek időben. Afrikába valahol onnan a csapat, és én meg... Kaszablankába voltatok. Na, engem meg ott hagytatok Belgiumba. Na igen, és akkor vezette, és Gizbe volt a térdem, igen. És nem tudtam az autót vezetni, ott a rám sózta a Manus az autót, filléreké, azt mondja, hogy vigyem haza, de nem bírtam vezetni, mert ugye nyújtva volt a lábam, a vizsgélet, nem tudtam semmi. Hát mondom, a kurvanyát leszettem a gipszet a lábamról, lehajtottam, jönnek haza, ott van a kocsiban, mi van vele, a gipsz hol van? Hát mindjárt a vezetők támadtak le, hogy a gipszet hova tettem, mindjárt hazajöttünk, nem tudom, megbüntettek, nem tudom mennyi pénzre, meg utána már többet nem nagyon vittek ki külföldre.